Kedves nézőink, két győzelemmel zárták vízilabdásaink a hétvége rendezett tornát az Ajkai úszodában. Kérem, tekintsék meg erről készült összeállításunkat. Vízilabda mérkőzésektől volt hangos vasárnap az úszoda, milyen torna zajlott itt? Hát úgy gondolom, hogy nagyon jó hangulatban egy fontos tornán vagyunk túl. Igazából ez mind lélektanilag, mint gyerekek számára, mint az edzők számára fontos volt, ugyanis megint egy 100%-os fordulón vagyunk túl. A következő fordulót és egyben az utolsót, azt június 8-án Szekszárdon játsszuk. Egy olyan két csapat ellen, amivel úgy gondolom, hogy a papírforma szerint azt már 100%-osra szintén hoznunk kell. Nekünk igazából az utolsó mérkőzés, a Sopron elleni küzdelem volt a mérföldkő, illetve az volt az, ami nagyon számított. Az első-második helyért játszottunk itt az alsóházban. Sikerült győzedelmeskednünk, úgy gondolom, hogy végre beérett a munka gyümölcse, és megérdemelt győzelmet arattunk. Akik esetleg nincsenek annyira otthon a vízilabdában, áruljuk el, hogy milyen bajnokságról van szó tulajdonképpen, és milyen csapatok szerepelnek benne. Ez egy dunántúli regionális liga, gyakorlatilag itt csak a dunántúli csapatok szerepelnek. Ebben a korosztályban gyerek 3-as kategóriában 2001-2002-es születésű gyerekek vannak. Azt tudni kell, hogy nekünk elég rövid a kispadunk, sajnos kisebb a merítési lehetőségünk, mint a nagyvárosoknak, így 2003-as játékosokkal. Adott esetben most például egy 2004-es játékossal is be kellett pótolnom a kispadot, illetve sok olyan játékos szerepel a bajnokságok során, akik egy, illetve két hónapja járnak az egyesületbe, tehát még nincsenek normálisan az alapok meg, illetve nem rendelkeznek kellőképpen rutinnal ahhoz, hogy egy bajnokságba indulhassanak, de sajnos mást nem tudunk tenni. Kettő mérkőzést játszottatok, majd kicsit beszéljük egy szíves ezekről a mérkőzésekről. Az első mérkőzést a Budafóka ellen vívtuk, ők egy budapesti csapat, több mint 6 éve működő egyesület, több éve indul a bajnokságba, sikerült őket eddig minden alkalommal, a találkozók alkalmával megvernünk, nem is kis gólaránya, 11-1-es győzelmet arattunk a mai fordulón is, illetve játszottunk ugye a Sopron csapatával, amire igazából kihegyeztük az egész tornát. Ugye tisztában voltunk vele sajnos, hogy egy 14-10 arányba kell játszanunk, ugye ennyi volt a rendelkezésre álló játékos keretünk, ellenben a Sopron 14 játékosával. Az első két negyedben az volt a taktikánk, hogy teljes erőből védekezünk, a leforduló embereket megfogjuk, hagyjuk azt, hogy ki ússzák, illetve kipörgessék magukat. Ez hála Istennek sikerült, ez a taktika ez teljesen bevált az első két negyedben, sikerült egy gólos előnyt szereznünk, amire rá tudtunk ülni, és tartalékolni a fontos játékos energiakészleteit, és a harmadik negyedet meghúzva, bár egy kicsit megbotolva, és a harmadik negyedben ugye egyenlített a Sopron, a harmadik negyedben tudtunk még egy pluszt nyújtani, ami a negyedik negyedig kitartott, és ott egy góllal sikerült győzedelmeskednünk. Az első mérkőzés 11-1 arányban nyertétek, mi lehet ennek az oka, ilyen nagy különbség van a két csapat között? Úgy gondolom, hogy nekünk azért van egy 3-4 éves múltunk, ugye mint egyesület 2010. október 6-ától működünk. Eddig sajnos az anyagi okaink nem engedték azt, hogy bajnokságban szerepeljünk. 2013-14-es szezon volt az, amiben először el tudtunk indulni itt a ligában. Addig igyekeztünk minél több tornán, illetve saját rendezésű versenyeken részt venni. És úgy gondolom, hogy az ezeken az alkalmakon szerzett meccs rutin, illetve az erőlét az, ami egy kicsikét a javunkra fordította a mérkőzést, ugyanis ha jól tudom, akkor a Budafóka csapat egy jóval gyengébb bajnokságban indult eddig. Mi azért igyekeztünk mindig folyamatosan erősebb csapatok ellen játszani. Én úgy gondoltam, hogy nem elsősorban a győzelem, hanem a tanulás a fő cél. És hát a legjobbtól tanul az ember. Mindig igyekeztem úgy összeválogatni az edző partnereket, hogy közel azonos, illetve egy kicsivel jobbak legyenek nálunk, amire lehet aztán ugye alapozni a későbbiek során. Milyen korosztályokkal foglalkozik még a klub, és lehet-e jelentkezni esetleg? Serdülő korosztályunk indul még a Dunántúli Vízilabda Ligában. 97-es, 98-as játékosoknak van ugye ez a korosztály. Itt is igyekszünk
igazából bepótolni a cserepadunkat 2000, adott esetben 2001-es játékosokkal is. A legutóbbi fordulón például 2002-es játékosainkkal is ki kellett állnunk, és rövid a cserepadunk. Jelentkezni folyamatosan lehet, és várjuk is a jelentkezőket. Fiúk és lányok egyaránt jöhetnek, 6 éves kortól nemre úszástudásra való tekintet nélkül gyakorlatilag bárki elkezdheti. Szóval víz mindenkinek nyakig ér, ugye a Merész András szavait idézve. Milyen elérhetőségeken lehet titeket megtalálni? Akár itt az úszodában is lehet jelentkezni hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton. Mindegyik edzésnapunk. A hétfői edzésnap 4 órától egészen este 10 óráig megtalálhatóak vagyunk a Kristályfürdő területén. Kedden este 7 órától 9 óráig, csütörtökön szintén egy hétfői 4 órától 10 óráig, pénteken pedig egy keddi 7 órától 9 óráig, valamint szombatonként 10 órától egészen délután 1 óráig itt vagyunk. Illetve edzőinknél, Faf Péternél, Heffler Péternél, és jó magamnál Bújtás Balázsnál is lehet jelentkezni.